hogy 2018. július 1-től egy újfajta adatszolgáltatással kellett szembenéznünk, nekünk is az adóhivatal részéről, és önöknek is. Ez a újfajta adatszolgáltatás az ÁFA törvény 10-es számú mellékletébe lett bevezetve. Ugye korábban volt egyfajta adatszolgáltatás, az adózás rendjéről szóló törvény szabályozta még 18. január 1-e előtt, ott a 31 nagy B paragrafusa írta alá az adóalany által kibocsátott számlákról és a befogadott számlákról is, értékhatártól tette függővé, ezt is mindenki ismeri, és hát ott még az áthárított ÁFA összege ugye elég nagyobb összeget képviselt, mint jelenleg, mert 1 millió forint volt. És azt is tudják, hogy az első fél évben is még ezt a szabályt kellett alkalmazni, és a 65-ös bevallás mellékletébe az M-lapot kitöltve beadni ezt az adatszolgáltatást. 2018. július 1-től ez a változás az adóalany által kibocsátott számla tekintetében alapvetően megváltozott. A befogadott számlát is érinti a változás, de ott talán nem annyira nagy horderejű, mint a kibocsátott számla tekintetében. És a kibocsátott számla tekintetében, hogy az a cél lebegett itt a jogszabály alkotója előtt, hogy egy azonnali adatszolgáltatás valósuljon meg. Ez a számítógépes programmal előállított számla esetében meg is tud valósulni. A nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználásával készített számlánál, hát az azonnaliság azért időbelileg mégiscsak valami időigénnyel bír, tehát ott nem feltétlenül azt jelenti, hogy abban a másodpercben, amikor a számlát ki is állították, de hát ott is elég rövid határidő áll rendelkezésre. És azt már akkor mondtam is, hogy gyakorlatilag a számla milyen módon állítódik ki, az annak a szabálya nem változott, és a szabályozás, ami az adatszolgáltatásra vonatkozóan született, azért az a cél lebegett, hogy magát a számla előállítást ne befolyásolja, ne akadályozza, annak a módszerét ne változtassa, tehát amit eddig ebbe a jogszabály szabályozott meg, ahogy kialakította, az nem, meg ahogy a gyakorlat is kialakította, az lehetőség szerint ne változzon, az adatszolgáltatás ezt a folyamatot ne akadályozza. Minden esetre, ha megnézzük, hogy akkor ugye külön jogszabály szól arról, hogy a számlázásra még egyébként milyen szabályok vonatkoznak, és hát az alapján tudjuk, hogy vagy számítógépes programmal lehet előállítani egy számlát, vagy nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználásával, vagy van egy harmadik, aki online pénztárgépet használ, és olyan pénztárgépet, ami számlát is tud előállítani, akkor ez a harmadik módszer. Több variáció nincs a számla előállításra. Ugye pont mostanában, a napokban olvastam egy olyan adózói kérdésbeadványt, amely mondta, hogy hát az ő programja végül is nem felel meg a követelményeknek, tehát ő számítógéppel állítja elő ugyan, de mégsem ez a számlázó program. Hát nyilván Word-be, vagy nem tudom milyen módon előállít egyfajta bizonylatot. Hát meglepődtünk ezen, hogy ilyet kérdez valaki, amikor a számla ugye a magyar szabályozásban egy fétis tárgy, hát évek óta ugye körül kavargunk, hogy mikor felel meg a jogszabályi követelményeknek, de azért van, aki úgy le van maradva, ebből ez következik. Tehát ez nyilvánvalóan nem felel meg. Tehát továbbra is akkor mondhatjuk, hogy számlázó programmal lehet előállítani, nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználásával, azért ez a kettő a tömeges, illetőleg hát a online pénztárgépet használó, ha a pénztárgépet tudja, az is. Na most ez a újfajta adatszolgáltatás, logikusan a két előbb említett számla előállítóra vonatkozik, mert a számlázó programmal előállított számlát érintett meg a nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználásával készített számla esetében jön szóba. Tehát aki online pénztárgépet használ, és a pénztárgép maga állítja elő ezt a számlát, arra ez az adatszolgáltatás nem vonatkozik, de logikus is, hiszen ott automatikusan jönnek az adatok a pénztárgépből. Ugyan a jogszabály úgy fogalmazza, hogy az adóhatóság általi lekérdezéssel, de most ez lényegtelen, hogy a kezdeményezés honnan van. Lényeg az, hogy ott megvan egy azonnali kapcsolat, tehát az adathalmaz onnan érkezik. Tehát ez az újfajta kötelezettség a másik két módon előállított számlára vonatkozik.
És nézzük, hogy kik azok a személyek, akik érintettek ebbe. Ugye maga az ÁFA törvény, 10-es számú melléklet.